Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai alkalommal a Balatonfelvidékre látogatott a Szent István Televízió stábja. Egy olyan keresztény vértanúhölgyről beszélgetünk, aki nem csak az egész országunk számára példa, hanem a világegyház számára is. Bódi Mária Magdolnáról van szó, akinek az életéről nemrégiben egy játékfilm készült. A rendező most itt velem szembe. Arról kérdezném először, hogy hogyan jött az ön életébe a filmezés, és ez az ötlet, hogy Magdiról készüljön a film? Hát én 2000 óta készítek filmeket. Budapesten az Infox stúdióban dolgoztam, és ott készítettem rövidjátékfilmeket és televíziófilmeket. Aztán körülbelül így 5 évvel ezelőtt itt Veszprémben megalapítottuk a Szeret Film stúdiót. Készítettünk már 2 nagy játékfilmet, és 1-2 rövid filmet, reklámot is szoktunk, ismeretterjesztőt. Tehát itt Veszprémben hát egy közösség jött össze, aki egy ilyen filmes közösség. És persze budapesti kollégákkal is dolgozunk, de alapvetően itt a helyi Balatonfelvidék Veszprémben élő filmes szakemberekkel, illetve barátokkal alapítottuk meg. A Bódi Magdi film pedig, hát ugye, mint egy ilyen helyi Veszprém és Veszprém környéki téma, ugye Litéren halt meg Magdolna, és a Veszprémi Egyházmegye foglalkozik a boldog beavatási ügyével. Én itt ismerkedtem meg a történettel Veszprémben, és rögtön megkapott a Magdi története, meg az élete, az élettörténete, és éreztem, hogy itt egyben egy izgalmas és szép filmet lehetne forgatni. Mit szeretett volna bemutatni az életéből? Mit láthatunk a filmben? Ugye mindig a kulisszatitkok a legérdekesebbek. Hát igazából nem feltétlenül egy klasszikus életrajzi filmet szerettem volna forgatni, ami így végigkíséri az életét, hanem egy valamivel kísérletibb, vagy mondjuk azt, hogy szerzői filmet gondoltam ki. Tehát tulajdonképpen kiválasztottam 2 napot az életéből, és akkor ezen a 2 napon kísérjük őt végig egy gyerekkori napon, illetve az utolsó napján, így az egész napját, hajnaltól késő estig, vagy esetleg következő hajnalig. És hát ebbe próbáltam így belesűríteni az ő lelkiségét, személyiségét minél jobban megismerjük. Úgyhogy hát egy kicsit talán így a klasszikus életrajzi filmtől az eltérő, de mégis azt gondolom, hogy benne van az eszenciája a Magdolnának az értékeiből, amit ő fontosnak gondolt az életében. A mai világban szerintem nagyon nehéz egy ilyen tragikus sorsú lánynak az életét átadni. Nagyon nehéz átadni azt, hogy ez miért is értékes, hiszen mostanában az emberek nagyon sok impulzusra vágynak, nevetni vágynak, vígjátékra vágynak, és mégis egy különleges film született. Mi volt a cél, mit szeretett volna a nézők elé tárni? Mi az üzenete a filmnek? Hát számomra fontosak voltak már régóta ezek az értékek, amikről itt szó kerülhet. Tehát a Magdolnának ugye a fiatal korában és fiatal gyerekkorától származó erős Isten kapcsolata, hite, akkor ami ugye ebből fakadó a fele baráti szeretete, tehát hogy mennyire segítette az elesetteket, rászorultakat, egészen ugye már kicsi kora óta, de a felnőtt korában is, amikor elég kemény környezetben dolgozott, mert ugye a nitrokémia lőporgyárban, munkás környezetben, akik őt igazából kinevették, megvetették, amiatt, hogy ismerték, hogy ilyen erős hite van, de ennek ellenére hát kitartott és segített, ahol csak tudott ott a környezetében a lányoknak, a rossz életű lányoknak, tehát mindent megpróbált, amilyen hatásokat érték, hogy ezt szeretetet és hát így az egymás megsegítését népszerűsítse. Akkoriban én úgy érzem, hogy az életrajzból, hogy eléggé egyedül volt ezzel, viszont ismerték ezt a tulajdonságát, és
hát végül az vértanúsága azért nyilván mindenkit megrázott, tehát akkor talán úgy ráeszméltek azok is, akik életében kinevették, hogy itt egy ilyen elég komoly vállalásról van szó. Jelenleg most itt vagyunk Bándon, ha már gyermekkorról esett szó, hiszen azt a filmben is említette, hogy bemutatja. Ide kötődik az ön gyermekkora is valamilyen szinten, ugye nagyszülői háznál vagyunk, hogyha jól tudom. Igen. Az édesanyám szülei éltek itt Bándon, illetve az édesanyám éppen nem itt született, mert hatan voltak ugyan testvérek, de a hatból ő egyedül éppen Szentkirályszabadján született, ami Veszprém túloldalán van, a többiek itt. Úgyhogy én gyerekkoromban sokat jártam ide Budapestről, ez nagyon fontos érzelmi kötődésem volt a nagyszüleimhez, a jó kapcsolatom. És aztán így felnőtt korunkra, amikor feleségemmel családot alapítottunk, akkor úgy éreztük, hogy szívesen költöznénk ide. És aztán ezt meg is tettük, úgyhogy igen, itt élünk most már 15 éve. És az egyik forgatási helyszín is, hogyha jól tudom, a házban. Igen, nem itt élünk a nagyszülői házban, hanem egy másik helyen, a faluban, de hát ezt a házat nagyon szeretjük és értékesnek gondoljuk. És hát igen, így a berendezés, meg így egy kicsit így a stílusa miatt, így a, hát így a háború körüli időszaknak ugye egy-egy ilyen belső részlete így megfelel, és akkor emiatt is egy-két jelenetet tudtunk felvenni, igen. A személyes kötődés az nem csak ezen a szálon kapcsolódik ugye a filmhez, hanem az egyik lánya a főszereplő, a gyermekkori Magdi. Hogyan válogatta ki a szereplőket, hiszen a felnőttkori, az pedig Nagy Katica színésznő? Igen, hát amikor megfogalmazódott ez bennem, hogy két napot fogunk bemutatni az életéből, egy gyerekkori napot, és az utolsó napot, ezzel tulajdonképpen az a szándékom is volt, ez most egy kis kitörő, hogy a szépséget is, a tragédia mellett a szépséget is meg szerettem volna mutatni, amit azért azt gondolom, hogy érte Magdolnát is körülvette, például ugye Káli medencében, ez egy gyönyörű helyszín, és ezért is választottam ezt a gyerekkori napot. Hát a villő lányom, hát voltak éppen elég korán, már hogy így a filmkészítése során gondoltam rá. Van tapasztalata, játszott már másik játékfilmben, nem csak az enyémben, hanem Fekete Ibolyának a filmjében. Úgyhogy gondoltam, hogy láttam, hogy ügyes, csináltunk egy-két próbát, és meggyőző volt, és azt gondolom, hogy hát elég nehéz körülmények voltak így a forgatást illetőleg, illetve viszonylag alacsony költségvetésből készült a film, és azt gondolom, hogy talán egy nem családon belül, ezt nem is tudom, talán túl nagy elvárás lett volna egy másik gyerekkel, hogy ezt végigcsinálja. És így kértem meg őt, hogy ebben vegyen részt. Itt egy kicsit a pszichés és a lelki terhekről is van is, szó, igen, hiszen azért elég nehéz. Hát igen, és akkor ugye amiatt, hogy mi együtt élünk, azért mi rengeteget tudtunk erről beszélgetni, meg készülni lelkileg, vagy együtt felkerestünk minden helyszínt, még a forgatás előtt. Megismertettem vele Magdolna életét, tehát azt gondolom, hogy ez így egy jó felkészülés volt, amit mondom, egy nem egy idegen gyerkőccel nehezen lehetett volna ennyire részletesen végigvinni, nyilván hát az sem lehetetlen, de nehezebb lett volna. Meg hát így tényleg az, hogy adódott, hogy ő volt filmben tehetséges, látjuk, hogy szívesen csinálja. Egy vagány kislány, meg hát voltak ilyen, vannak azért ilyen érzelmi, vagy egy ilyen tudatalatti dolgok, amit ilyen jelzésnek fog fel az ember. Tehát, hogy az, hogy ő pont szintén augusztusban született, egy héttel később, mint Magdolna, lányom, vagy korábban. Lányom augusztus 1-én, Magdolna meg augusztus 8-án, mindkettő oroszlán, és tényleg ez így a személyiségükből, én azt gondolom, hogy némileg ez látszik is, tehát elég határozott, kemény, küzdő emberkék. Szóval ez is egy úgy olyannak vettem, hogy akkor neki kell valószínűleg ezt játszani, és hát
szépen játszott, azt gondolom. Hamarosan tovább indulunk majd a forgatási helyszínre, Litérre. Magdi élete is ide kötődik, hiszen itt hunyt el. Mennyire kellett tanulmányozni a Magdinak az életét, mennyire alkotói fantázia a film, és mennyiben igaz történet? Hát tanulmányoztam eléggé, tehát ami felelhető, azt nagyjából elolvastam róla, és találkoztam egy-két olyan szereplővel az életében, olyan szereplőivel, hát úgy családtagokkal, illetve leszármazottakkal, barátnővel is, aki Litéren él, és voltak ilyen benyomásaim. Aztán ugye az életrajzából néhány dolgot mindenképpen meg szerettem volna tartani, hogy mégis hogy hiteles legyen, tehát a családi körülményeit, azt, hogy az édesapja ukrán területről származott, és nem beszélt jól magyarul, ezt megtartottuk a filmben, akkor a testvéri szituációt, hogy van egy öccse, van meg egy bátyja, illetve hát néhány apróságot, amit tudtam róla, vagy amit így lehetett róla tudni, hogy színjátszásban ügyes volt, szeretett színjátszani gyerekkorában, akkor egy színdarabot tettünk be így a filmbe, tehát ezeket így nagyjából megtartottam, de sok minden van, ami a fantázia szüleménye, amivel kapcsolatban azt gondoltam, hogy ez mind szimbolikájában, mind pedig azt a célt szolgálja, ami az érzelmi hatást erősíti majd meg, olyan jeleneteket pluszban így írtam én, azt gondolom. Említette már, hogy azért sok nehézség volt a forgatáson, gondolom örömök és kihívások egyaránt voltak. Beszélgessünk erről akkor a helyszínen, hogyha elkísér akkor minket, elmennénk Litérre, és a továbbiakat azt ott vennénk majd föl. Jó. Megérkeztünk Litérre. Hol vagyunk most pontosan? Litéri temetőben a Magdolna síremlékénél vagyunk. Egy forgatási helyszín volt a Litéri temető, ha jól tudom. Igen. Valamivel arrébb forgattuk tulajdonképpen azt a jelenetet, amikor eltemetik Magdolnát ideiglenesen, mert így is történt a valóságban, hogy a halála után azt hiszem talán másnap már el is temették. És de akkor még nem koporsóban. Aztán, amikor a front elvonult, és néhány nap eltelt, akkor valamelyik közeli templomnak a ravatalozó koporsójában, úgy tudom, amiben ugye egyébként ravatalozni szoktak, azt kapta meg, és akkor abban temették el már ezen a helyszínen. Meddig kell visszamennünk az időben? 1940-es évek? 45. Március 28-án, nem, 23-án halt meg. A filmnek a második fele szól, gondolom már a tragikus sorsról, a halálról. Mit szerettek volna ezzel bemutatni a mai fiataloknak például? Hiszen nagyon nehéz most megfogni a hős fogalmát, hiszen egészen más a fogalom a hősről vagy a vértanúról a mai fiataloknak, a mai gyerekeknek például. Igen, sokat gondolkoztam, de tulajdonképpen mind amikor a forgatókönyvet írtam, mind pedig ahogy így rátekintettem erre a filmre, én valahogy úgy éreztem, hogy nem is annyira ugye a boldogávatásra váró Magdolnát kell bemutatni, hiszen ez már csak az utó élete, meg a ma, ahogy rátekintünk, hanem az akkor élőt, aki igaz, hogy a környezetéből kilógott így, mert hát eléggé különleges volt itt ebben a környezetben, a munkás környezetben egy hívő lélek és egy ilyen angyalszerű lény, így képzelem, hanem ezt az egyszerűségét, ami a hétköznapi ságát szerettem volna megmutatni, tehát hogy pont emiatt, hogy olyan közeli lehessen akár a mai fiatalokhoz. Igen, ez az egyszerűség, ez az, ami kézzelfogható ugye a mai ember számára is, a régebb óta fiatalok számára is, nem csak a kisgyermekek számára. Miközben ma látjuk, hogy
Tehát, hogy mi ma úgy tekintünk rá, hogy valóban ugye kezdeményezték a boldog elvatását, amit már egyébként 45 után rögtön a Mindszenti, akkor itt veszprémi érsek kezdeményezett, illetve hát ismerték a történetét, de aztán ez sokáig félretették, elfelejtődött, és a nem pár évvel ezelőtt adták be a Vatikánba ezeket a dokumentumokat, és a Perút ugye indították a boldog elvatási pert. Úgyhogy ma különleges volna, ha egy munkáslányt, nem egyházi személyiséget, hanem egy egyszerű munkáslányt boldoggá avatnának. Helyi iskolában, ami akkor is egy kastély volt, és az udvarában volt egy óvóhely, ott lőtték le Magdit, és ott van egy emlékkő, egy ilyen emlékmű. Sétáljunk tovább akkor a helyi iskolához. Itt hunyt el Magdi, és ezt az emléket őrzi mai napig a Litér település, hiszen egy emlékhelyet állítottak ott, egy emléket állítottak Magdinak. Megérkeztünk a Litéri helyi általános iskolához, itt hunyt el Magdi, csupán 23 évesen. Igen, itt a régi kastélyépület az most az általános iskola, és ennek a kastélynak az udvarában volt egy bunker, ugye a háború vége felé, a bombázások, stb. Miatt. És hát itt történt az, hogy ide érkeztek meg az oroszok, katonák, és akkor itt a bunker előtt lőtték rá, őrzi egy emlékkő van itt az iskolában, az udvaron, illetve egy emlékszobor is, egy mellszobor ott áll látható. Igen, itt a másunk mögött az iskola udvarán. Említette a beszélgetésünkben már, hogy találkozott olyan személyekkel is, akiket Magdi is ismert. Milyen érzés volt az? Hát érdekes volt, itt Litéren egy-két idős, eléggé idős hölgyel találkoztunk, úgyhogy nagy szeretettel beszéltek róla, illetve találkoztam még a testvéreinek gyerekeivel, ami szintén érdekes volt, és hát ők is ugye, hogy amennyire, főleg ők is elmesélésből, mert ugye abban az időben még nem éltek, tudtak róla beszélni. Milyen volt a fogadtatása, nem csak az ő körükben, hanem országosan, illetve a keresztény egyházban a filmnek? Moziforgalmazásban szeptember közepén került a film, miután itt a veszprémi filmpikniken és Szegeden a Zsigmond Vilmos Fesztiválon volt a premierje. Budapesten több mozi van, Urániában, illetve vidéki mozikban ment, illetve még mindig megy, de hát sajnos a vírus miatt nem annyira sokan nézik. Úgyhogy még azon is gondolkodunk, hogy akkor egy ilyen online forgalmazást fogunk majd, most ugye elérhető lesz a film egy kisebb összegért, majd az interneten. Televízióban is fog gondolom majd valamikor menni, de hát ez egy kicsit lassabban őrülnek ugye a televízió mai, úgyhogy nem tudom, hogy talán tavasszal. Még így a beszélgetésünk zárásához közeledve azt kérdezném, hogy hány fővel dolgozott, milyen volt a stábbal együtt dolgozni, illetve már beszélgettünk egy icipicit a nehézségekről, kihívásokról. Volt olyan nagy a stáb, mint itt a mögöttünk lévő gyerek zsivaj? Hát körülbelül 15-20 fő stábbal dolgoztunk. Sokan innen a hely környékből, a régióból, de hát ugye például operatőr barátom és hangmérnök barátom, ők Budapestről jöttek. Hát ez viszonylag nyugodt forgatás volt, azt lehet mondani, tehát nehézségek voltak, időjárás, éppen hogy nagyon meleg volt nyáron, vagy éppen viszonylag hűvös volt a márciusi külső helyszíneken, de ugye nagyobb fennakadás nem volt, pedig ez viszonylag bonyolult is volt, mert járművek, második világháborús járművek is szerepeltek, motor, úgyhogy meg hát volt ugye trükkfelvétel, robbanások, lövések, szóval szépen ment a maga módján, tehát én azt gondolom, hogy egy jól összeszokott társasággal sikerült forgatni, úgyhogy hittem a magának a témának megfelelően.
harmonikus forgatás volt. Van esetleg olyan pillanat vagy élmény a forgatásról, ami a szívéhez közel álló, vagy a szívének kedves? Kicsit megrázó volt nyilván mindenkinek, hogy az eredeti sírtól nem messze tudtuk felvenni azt a jeleneket, amikor eltemetik, és hát ezt mondjuk eléggé naturálisan mutattuk. Azt gondolom, az egy emlékezetes pillanat volt, azt hiszem. Illetve hát a nyári forgatáson a Gyerek Magdolnának is volt egy-egy olyan pillanat, ami nehezen jött össze, sokszor kellett felvenni, de végül összejött, tehát volt ilyesmi is. Nagyon szépen köszönöm a gondolatait, illetve hogy megosztotta a nézőinkkel a kulisszatitkokat is, a Jóisten áldását kívánom a további munkájára és az életére. Akkor még egyszer ismételjük el a nézőinknek, hogyan látható majd a Magdolna című film. Azt tervezzük, hogy még novemberben online elérhető lesz, az interneten letölthető, egy kisebb összegért, és hát gondolom a jövő év során valamikor a televízióban fog tudni majd menni. Köszönöm szépen, Buvári Tamás filmrendezővel beszélgettünk, búcsúzom innen a Szent István Televízió stábja nevében is Litérről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!